Szeretettel köszöntöm Hajdú Ferenc alpolgármester urat. A mögöttünk lévő terem hamarosan megterik. Kérem, mesélj el, hogy milyen apropóból. A Zimán Ignác Általános Iskola német testvériskolája, a Georg Fischer Schule látogatói vendégei vannak itt. Minden esztendőben történik egy ilyen csere látogatás. Tavasszal a német gyerekek és a tanárok jönnek, ősszel pedig az imád és diákok, illetőleg a tanárok mennek egy-egy. És ennek itt töltött egy hétnek, szűk egy hétnek, mostan a záró akkordja, a záró est, gyakorlatilag egy műsoros estel köszöntik és búcsúznak a vendégektől, akik holnap hazautaznak. Szeretettel köszöntöm Sárközi Mártát, a tankerületi igazgatóasszony. Igazgatóasszony, mennyire tartja fontosnak a testvérvárosi kapcsolatok ápolását? Én nagyon fontosnak tartom, hiszen a nyelvtanuláson kívül ezek a gyerekek megismerkednek más népek kultúrájával. Itt többek között itt a német kultúrával, itt nemzetiségi nyelvoktatásaik más családok életébe is bepillantást nyerhetnek. Az ottani szokásokat megtudják, és ugyanúgy a német gyerekek is a mi magyar szokásainkat. És azért, ha jól tudom, Török Bálint azért elég széles spektrumban sváb származású, tehát az itteni embereknek nagyon fontos, hogy gyökereiket ismerjék. Papa, kommst du? Das gibt es nicht so etwas, habe ich doch nie gesehen. Meine Tochter, was ist los? Du lachst ja. Da, schau mal, ein Junge, eine Gans und ein, zwei, drei Mädchen, ein Pfarrer, ein Arzt und zwei Bauern. Bravo, ich freue mich. Meine Tochter lacht wieder. Ich danke dir, mein Herr. Du sollst als Belohnung meine Tochter zur Frau bekommen. Wie heißt du? Dumbli, Dummi, aber du bist doch gar nicht dumm. Bleibst du bei mir? Aber natürlich. Es dauert ja nicht lange, bis Hochzeit gefeiert wurde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Thank you.
Schönen guten Tag für alle. Jetzt kommt der Familienorchester Buda. Unser jüngster Ganzanfänger, unser Peter. Der Peter hat extra für euch, für die deutschen Gäste, ein kleines Lied. Ja, probieren. Gelernt. Und jetzt wird es anfangen. Jetzt Sophia. Sophie. Sie wird etwas moderner spielen für euch. Thank you.
Töltjük ezt a papírt a hátad, meg ezt a papírt. Thank you.
engedjék meg, hogy bemutassam kedves kollégáimat a Szüsszeni Johann Georg Fischer Schuléból, akit nem kell bemutatni, mert már évek óta visszajár hozzánk, és a magyar-német kapcsolatnak a lelke német oldalról, ő Brigitte, Brigitte Schoder asszony. És az idén két új kolléganő van itt, akik még nem jártak nálunk Magyarországon, de remélem, hogy olyan érzésekkel távoznak, hogy mindig vissza fognak vágyni, de is még sokszor fogunk találkozni, Szilviát és Nádját. Nem kell bemutatnom, mert olyan, mintha a tantestület része volna már a német tantestület része, Gerd, a sofőr úr, mert hogy ő már olyan sokat volt, hogyha nem ő jönne nekem már furcsa, ő már nyugdíjban van. Tavaly azt mondta, hogy többet már nem fog tudni jönni, mert nyugdíjba vonult, de úgy látszik, hogy csak azért számítanak rá ott a német busztársaságnál, ahonnan a buszt bérlik, mert az idén is őt kérték fel. Nagyon sokszor volt, már szerintem a családhoz tartozik. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Medgyasszainé Mammel Magdolnát, a német kisebbségi önkormányzat elnökét. És hát kiemelt szeretettel és köszönettel tartozom a kedves szülőknek, akik ma eljöttek hozzánk, és akik ezen a héten egy, volt, ahol két gyermeket befogadtak a családba, a sajátjaik mellé, igazi nagy családosakká lettek, akik addig nem voltak azok. És köszönöm nekik ezt nagyon, mert tudom, hogy ez milyen fárasztó és nehéz feladat, ugye a hétköznapi ügymenet mellett, hogy még egy plusz gyermekről vagy két gyermekről gondoskodni kell. És hát nagyon hamar eltelt a tét. Nem olyan rég jöttek ezek a gyerekek vasárnap este, egy hosszú és fáradtságos út után, és íme csütörtök este van, és most a búcsúestet tartjuk. Immár hagyományosan minden évben így zárul, akár Németországban, akár itt nálunk Törökbálinton ez a kapcsolat a búcsúesttel. Engedjék meg, hogy itt köszönjem meg valamennyi kollégámnak, akik a mai este létrejöttébe segítettek, akik a színdarabot betanították, a táncokat gyakorolták, akik terítettek, akik bármiben részt vettek, ami ezt a kapcsolatot élteti, különös tekintettel a német, nemzetiségi németet tanító kollégáimra, Újszászi Gabira, Liviára, akik ennek a kapcsolatnak ugye a lelkei, és megköszönöm még és szeretném megköszönni még Balogh Zsuzsinak és a felső tagozatos igazgatóhelyettesnek, aki szintén nagyon sokat dolgozott ennek a hétnek a programján. Kedves kollégák, kedves szülők, kedves gyerekek! Én abban bízom, hogy ez a néhány nap, amit itt nálunk töltöttetek, sok-sok szép emlékkel tölt el mindenkit. A német gyerekeket különösen, abban bízom, hogy ők is olyan örömmel és olyan sok élménnyel távoznak innen, ahogy mi szoktunk eljönni Szüsszenből. Ugye? Ajaj, ich werde es wohl kaum schaffen, das alles zu übersetzen, was ihr bis jetzt auf Ungarisch euch angehört habt, aber ich hoffe, das Wesentliche habt ihr verstanden. Die Frau Direktorin hat alle wichtigen Gäste in unserem Kreis begrüßt, das habt ihr sicherlich verstanden. Und jetzt hat sie mit der Rede angefangen. Sie hat auch sich bei den Eltern bedankt dafür, dass sie euch so herzlich und gastfreundlich aufgenommen haben. Und wir hoffen, dass ihr genauso wie wir bei euch mit schönen Erlebnissen diese Woche hier abschließen könnt heute mit uns. Bizonyára mindannyian vagy sokan tudják, a gyerekek talán nem, hogy ez a kapcsolat immár nagyon régi. 22. életévébe lépett, 1991-ben jött létre a Szüsszeni Johann Georg Fischer Schule és a Török-Bálinti Zimánda iskola között a kapcsolat. Sicherlich wissen viele von euch, dass unsere Partnerschaft schon 22 Jahre alt ist. Das 20-jähriges Jubiläum haben wir ja bei euch gefeiert, das habt ihr auch bestimmt mitbekommen. 1991-ben az akkori önkormányzat és testvértelepülési kapcsolatot hozott létre Szüsszennel, és ennek keretében a mi iskolánk is az ottani általános iskolával. 1991 hat die hiesige und die Selbstverwaltung von euch eine Partnerschaft unterschrieben und seither wird diese Partnerschaft gepflegt. Auch nicht nur zwischen den beiden
Ortschaften, sondern zwischen den Schulen. Hogy miért pont Szüsszennel, arra roppant egyszerű a válasz. A valamikori sváb település Törökbálint, a világháború, a második világháború után, erről a településről a sváb származásúakat, a németajkúakat nagy részben Szüsszenbe, illetve Szüsszen környékére telepítették ki. Warum gerade Süßen ist unsere Partnerstadt? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Deutschen nach Süßen deportiert von hier. Szüsszenben ma is van egy egyesület, amely a valamikori Magyarországról kitelepítettekből, illetve azok leszármazottaiból áll, és akik szintén támogatják például a mi iskolánk kapcsolatát is a szüsszeni Johann Georg Fischer Schulével. Bei euch in Süßen gibt es ein Verein, der auch unsere Partnerschaft und andere Programme zwischen diesen beiden Städten in vielen Hinsicht unterstützen. Mi célból jött létre ez a kapcsolat? Erre is roppant egyszerű a válasz. Talán azért, hogy mi magyarok, a mi gyermekeink, a mi tanulóink megismerjék a német családok életét közelebbről, egy hétre megtapasztalják a német családok életét, egy kicsit megismerkedjenek a német kultúrával, és viszont a német gyerekek, mikor ide jönnek hozzánk, tapasztalják meg a magyar családok életét, és egy kicsit vigyenek haza a szívükben a magyar kultúrából. Was ist das Ziel unseres Austausches? Wir wollen natürlich, dass ihr, die heute da seid, ein bisschen von der ungarischen Kultur mit was nach Hause nimmt in eurem Herzen und genauso wie wir bei euch sind, auch ein Stück von der deutschen Kultur mit nach Hause tragen. Nagyon fontos, hogy büszkék legyünk a saját kultúránkra, de legalább ugyanilyen fontos, hogy tiszteletben tartsuk más népek kultúráit. Es ist ganz wichtig, auf die eigene Kultur stolz zu sein, aber genauso wichtig ist es, auch andere Kulturen zu akzeptieren. És én azt hiszem, hogy ez a mi iskoláinknak, a Szüsszeni Johann Georg Fischer Schulénak és a Törökbálinti Zimándi iskolának jól megy. Nagyon köszönöm azt, hogy egy ilyen élő kapcsolatot ápolhatunk, és ennek mindenki a részese. A tantestület, a gyerekek, a szülők, akik évről évre befogadják a német, illetve a magyar gyermekeket. Wir hoffen, dass wir das, was ich vorhin gesagt habe, gut machen. Und daran hat jeder seinen Teil. Alle, die die Kinder aufnehmen, alle, die euch hier aufgenommen haben, die ganze Lehrerkollegien, bei euch wie bei uns und alle Eltern auch. Mit kívántunk mi ezen a héten adni a német gyermekeknek Magyarországból, Magyarországról? Ugye tudják, hogy hétfőn a Csodák palotájába mentek a gyerekek, ismerkedtek az itteni lehetőségekkel, és remélem, hogy nagyon jól érezték magukat. Kedden Budapestre, a parlamentbe látogattak, és a budai várba tettek egy sétát. Nagyon szép idő volt, a Jóisten kegyes volt hozzánk, és napos, szép, száraz időt rendelt, gyönyörű kilátással, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon szép emlékekkel térhetnek haza. Tegnap pedig elmentek olyan helyre, ami Németországban nem létezik, az Alföldre, kicsit ilyen Bugac-szerű helyre, nem Bugacra mentünk velük, hanem csak Lajos Mizséig, de ott egy teljesen hasonló programmal várták őket, puszta olimpián vettek részt, higgyék el, az előző alkalommal volt részem ebben, részt vehettem ezen a pusztai olimpián, és azt gondoltam, hogy ilyen csodálatos, aranyos, kedves programot ritkán lát az ember, amit itt megtapasztaltak gyerekek. Például volt tűkeresés színakazalba, szó szerint. Was haben wir alles diese Woche gemacht? Am Montag waren wir im Palast der Wunder, am Dienstag haben wir uns Budapest erkundet und gestern haben wir an einer Olympiade teilgenommen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch gut daran, wie schwer das war, die Stecknadel im Strohhaufen zu suchen. Ma pedig az utolsó napon hagyományaink szerint a családok szerveztek családi programot. Én azt gondolom, ahány család, annyiféle program. Remélem, hogy a gyerekek és a családok is nagyon jól érezték magukat. És íme itt vagyunk a ma esti búcsú programnál. Megtekintettük a csodálatos műsort. Köszönöm valamennyi kollégámnak, aki a műsor készítésben részt vett. És az elköszönéshez érkeztünk. Engedjék meg, hogy én nagyon nagy szeretettel adjam át
A kapcsolat életbetartásáért, a kapcsolat motorjának az ajándékot, az iskola ajándékát, ami egy csodálatos magyaros motivumokkal díszített bor Magyarországról, az egyik egy tokai fur, mint a másik pedig egy villányi merlot. Én azt hiszem, hogy nagyon szép, én meg se innám egyébként, annyira szép, hogy én ezt meg se innám, ezt csak kitenném. Brigitte, amikor nagyon szereti, azt mondta. Amikor majd otthon ezt a két bort megkóstolod, ezeket a tüzes magyar borokat, akkor jusson eszedbe róla Magyarország és Török Bálint, hogy mi is nagyon szeretünk, és köszönjük szépen a fáradtságos munkádat, amit a programért teszel, tettél és tenni fogsz. Köszönöm szépen! Die nächste festliche Ansprache ist von der Frau Schora. Sie wird das sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch euch sagen. Sie spricht ja nämlich Ungarisch. Próbálok beszélek magyarul. Tisztelt igazgató asszony, kedves kollégáim, kedves szülők, kedves diákok, tisztelt vendégek. 22. szertől alkoszunk. Tényleg nagyon örülünk, itt lenni jó, mint vendég. És nagyon örülünk, hogy gyönyörű időnek. De egy kicsi túl sokat sütött a nap. Egy év óta mi is körületi iskola vagyunk. Azaz minden diák együtt tanul a 10. osztályig, hasonlóan, mint itt. Mi még mindig tudunk egymástól tanulni. Itt a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Mint mindig az a problémánk, hogy nem akarnak hazamenni. De ne féljenek. Magunktól viszük őket. Meg szeretnénk köszönni a kollégáinknak a nagyon változatos programot. Köszönjük a szívből jövő gondoskodást. A vendéglátóinknak, akik az én kolléganőimet nagyon elkényeztették. A szülőknek is szeretném megköszönni az elképzelhetetlenül nagy vendég szeretetet, ami a tanulóinknak egy felejthetetlen élmény volt. Köszönöm szépen! Most meg szeretnék olvasni egy levelet iskolámtól, jó? Hát németül most. Sehr geehrte Damen und Herren, seit nunmehr 22 Jahren besteht die Schulpartnerschaft zwischen der Johann Georg Fischer Schule und der Zimandi Schule in Török Bálint.
eine Zeit, in der sich viele gesellschaftliche und politische Veränderungen vollzogen haben. All diese Wirrungen, Veränderungen hat unsere Partnerschaft standgehalten. Durchgesetzt haben sich die engen Kontakte und die intensiven Freundschaften zwischen den Schülerinnen und Schülern und zwischen den Lehrkräften der beiden Schulen. Und darüber bin ich sehr froh, denn ich bin überzeugt, dass der Austausch unserer Schulen für beide Seiten sehr fruchtbar ist. Wo sonst können Kinder und Jugendliche so unmittelbar ein anderes Land und eine andere Kultur kennenlernen und erfahren? Wo sonst können Ängste, Vorbehalte und Vorurteile abgebaut und vermieden werden? So können Schulen, Menschen und Länder zusammenwachsen. Um ein solches Projekt über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, bedarf es den Einsatz und das Engagement von vielen Kolleginnen und Kollegen. Hierfür möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen Brigitte Schoder, Silvia Späth und Nadja Merz sowie bei allen ungarischen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die durch ihren unermüdlichen Einsatz diese Partnerschaft jahrelang unterstützt, begleitet und geprägt haben. Ein Dankeschön geht auch an alle Eltern, die unsere Schülerinnen und Schüler in ihren Familien für diese Austauschwoche bei sich aufgenommen haben. Ohne ihre Mithilfe wäre ein solches Projekt nicht möglich. Sicherlich habt ihr auch in diesem Jahr wieder ein sehr abwechslungsreiches und interessantes Programm auf die Beine gestellt. Und unsere Kinder treten mit vielen schönen und positiven Eindrücken und Erlebnissen die Heimreise nach Deutschland an. Mit dem heutigen Abend endet der diesjährige Austausch und es heißt nun bald wieder Abschied nehmen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Auch wir haben die letzte Woche genossen und der morgige Abschied wird sicherlich allen sehr schwer fallen. Aber wir werden euch in Erinnerung behalten. Ich wünsche der Veranstaltung noch einen schönen Abend. Unser Rektor Steffen Lunzig. Et kisch euren Weg wann it, ich kolam tol, ich kola zimandi, ich kola nok. Et kisch ich noch euren Weg band won. Köszönjük szépen az ajándékot. Minden évben kapunk valami fontos ajándékot, ami a nemzetiségi német nyelv oktatásához nekünk jól jön, segítség, köszönjük szépen. És akkor most hátra maradt, hogy a gyermekeknek is átadjuk az ajándékot, megkérem Újszászi Gabi kollégámat és Dávidot, hogy akkor a német gyerekeknek adják át az iskola ajándékát, ami egyben jó, és majd ők kiosztják. Rendben van, rendben van. Egyébként ők kapnak egy pólót egy Budapest képpel, és kapnak némi magyar csokoládét. Wie ihr gesehen habt, jeder hat Geschenke bekommen und ihr bekommt auch Geschenke, aber die werden wir jetzt nicht einzeln an euch verteilen, sondern übergeben euren Lehrerinnen und sie werden das unter euch verteilen. Ihr bekommt ein schönes T-Shirt mit einem Bild über Budapest und ein bisschen Schokolade. Jó. És akkor a mai este protokolláris része véget ért. Also ich frage mal, wie hat es dir in Deutschland gefallen? Also in Deutschland fand ich gut. Also in Ungarn finde ich es besser, da ist es schön warm. Neki jobban tetszik, mert meleg van itten, mindent lehet csinálni, meg tetszik a magyar kultúra. Und was hat dir an Kecskemét gefallen? Also Kecskemét, wo wir waren mit dem Pferde, mit dem Pferd. Also das fand ich gut. Also am besten fand ich da, wo die auf diesen Pferden, wo der drauf stand ist und mit dem, wo wir mit der Kutsche gefahren sind. Megkérdeztem, hogy mennyire tetszik neki Kecskeméten, és azt mondja, hogy azt tetszett neki, ahogy a lovon ültek, és milyen gyorsak voltak,
és ezt tetszett neki. Und was hat dir so an unserer Kultur gefallen? Also an der Kultur fand ich gut, muss ich überlegen. Also die Kultur finde ich gut, muss ich überlegen, was soll ich sagen. Ich glaub, dir gefällt die Tanz. Ja, Tanz und so, das finde ich schön. Merke, dass du heute mit Kultur angeboren, ich habe mir Tanzot, das Ennivalot, das Gulasch, meg ilyeneket szeret. Az én nevem Attila Fekete, és jövő meg Dominik Nu.